Az életem úgy látszik végig kíséri a kancsmiri téma. Úgy emlékszem, hogy 7 éves koromban került sor először egy vizsgálatra, akkor valami folyadékot itattak velem, de úgy látszik, nem találtam semmit, és az úgy ezzel lezárul. 1988-ban a került sor a nyakam első elvágására, amikor egy kis almanagyságú cisztát találtak benne. Szerencsére a műtétet követően kiderült, hogy ez negatív volt. 1997-ben a Pajzsvédemen úgynevezett gallérmetszést végeztek, ugyanis nagyon gyorsan verte a szívem, a lépcső nehezen tudtam járni, és ezért ez a gallérmetszés kívánkozott jó módszernek az orvos részéről. Ezt követően is jól voltam, majd ebben az évben, február 13-án tudtam meg, hogy probléma van újra a pajzsmirigyemmel, és ez sajnos daganatos, rossz indulatú. Szeretném elmondani, mert ezt megfogadtam, és ez egy kis kitérő, és utána újra magamról beszélek. A fiam 29 évesen hellerákban betegedett meg. Azt hiszem ez a legborzasztóbb dolog, amikor az ember megtudja, hogy a gyermeke beteg lesz. Kivették a bal heréjét, ettől függetlenül még nem zőrképes, és ahhoz, hogy elkerülje a mellékkezeléseket, ahhoz egy 29 cm-es vágása van neki végig, ami ugyan az életében gátolja, és az egész életét megváltoztatta. De elértük vele azt, hogy az első műtét során ugye eltávolították a baloldali heréjét, a második műtét során pedig a baloldali nyirokcsomókat távolították el. Így sem kemoterápiára, sem pedig sugárzásra nem került sor. Ezt azért mondom el, tisztelt férfiak, hogy tegyék meg azt, hogy vigyék el akár ha fiatal a gyermekük, akár önök minden évben menjenek el az urológiára, mert 2001-ben, amikor az én fiamat műtötték, az urológia Debrecenben tele volt 18 és 30 év közötti daganatos betegekkel. Ez az egész nem fáj. Én tudom, a férfiak félnek általában az orvosoktól, de higgyék el, nem fáj. Egy ultrahang az egész, az orvos finoman megtapogatja, és ezt minden évben meg kell tenniük. Egyébként szó volt arról, hogy a kormány ebben ugyanúgy határoz, mint ahogy a nők esetében az emlő és nőgyógyászati rákvizsgálatról, és ez mégsem történt meg. Tegyék meg ezt. Én építész vagyok ugyan, és nem értek az orvostudományhoz, de én azt hiszem, hogy nagyon sok ezer családban nem lenne sok bánat, és nem lenne elmúlás akkor, hogyha megfogadnák ezt a tanácsot. Elnézést a kitérőjét, és akkor most én következem újra. Tehát akkor, amikor elkezdtem 1997 után, a gallérmetszés után járni az orvoshoz, akkor hosszú ideig csak egy megymagnyi dolog volt a pajzsmirigyemben. A doktornő, akihez jártam rendszeresen, az endokrinológiára, ő megvizsgálta, jóvá hagyta. Én firtattam mindig ezt a dolgot, mert tudom, hogy ez nekem egy gyenge ponton volt, mint hogy be is bizonyosodott. Ő elkerült egy másik állásba,
És én pedig egy idős, nyugdíjas, nagyon kedves tanárúrhoz kerültem. Ő megvizsgált, elküldött vérvizsgálatra, ultrahangra és biopsziára, és hát sajnos megmondta, hogy daganatos beteg vagyok, de nagyon kedvesen biztatott, hogy fogunk mi még találkozni, és ez valóban így is lesz. Akkor, amikor ezt megtudtam, egyszerűen a halálra készültem, pedig nekem igazán erősnek kellett volna lennem, mert a fiam olyan komoly betegségemben keresztül, hogy mellette kellett állnom. A férjem 38 évesen szívinfarktusban meghalt, tehát nekem igenis erősen kellett volna állni a lábamon. De az élet megpróbáltatásai nem tudtak erősíteni, bevallom őszintén. És akkor Szabó Tünde egy ismerősöm megkeresett, és azt mondta, hogy van egy nagyon pontos elixír, amit Tájföldről hoztak el, és próbáljam meg, és ez segíteni fog. Én azt mondtam, hogy nem teszem, én nem fogok menni a különböző utókezelésekre. Úgymond felkészültem a halálra. Még egyszer megkerestek, és akkor már eljött a leendő szponzor, illetve a jelenlegi szponzorom, Rácz Tibor, és azt mondta nekem, a többit nem mondom el, mert minden dolgot felsorolt előttem, és felvilágosította a legrészletesebben. Azt mondta, Icus, tudod, hogy a világ legjobb elixírja van a tulajdonodban? És akkor ez a mondat engem annyira megfogott, hogy azt mondta, március 24-én szombaton este 8 órakor, hogy Tibor, azonnal kérek 12 flakon elixírt. Hogy honnan szedte elő, mert a raktár ugye zárva volt, nem tudom. Így is való, hogy március 24-én este én már elfogyasztottam az első 30 ml herbál, ajura herbál italt. Én, bár itt is a doktornő előadásából láthattuk, hogy súlyos esetben 2x30 ml fogyasztása az ajánlott. Én önmagamtól 3x30 ml fogyasztottam, és egyre inkább tapasztaltam, hogy jól vagyok. Elmentem a klubba, az első alkalommal egy teljesen összetört, életunt, kedvetlen, tetrekésztelen nőt láttak. És 2,5 hét múlva, amikor újra elmentem, akkor pedig egyszerűen megtapsoltak. Mert akkor a változás állt erő, visszatért az életkedvem, a tetterő bennem, képes voltam a feladataim ellátásához, az előtte való hosszú fekvés ellenére is képes voltam megerősödni, és az életkedvem pedig visszatért. Ezt követően egy nagyon kedves klubtársam, Nagy László, akinek szintén köszönöm a segítséget, elvitt engem ahhoz az ultrahangos orvoshoz, aki előtte vizsgált. Ő, ahogy megvizsgált, azt látta, hogy a pajzsmirigyem egyharmada egyszerűen eltűnt. De volt ott valami olyasmi, ami nem a szervezetemre való volt. Nem keseredtem el, tudtam, hogy ez az elixír, ez jót tesz nekem. Én éreztem a legjobban azt, hogy ez mit segít nekem, és hogyan épít engem folyamatosan. Hatalmas grup volt a klubban, mert ahogy meghallották, hogy eltűnt az egyharmad a pajzsmirigyemnek, szinte kiabáltak, hogy ne engedd meg műteni magad, ne engedd meg műteni magad, várjál, várjál. És akkor én elmentem az orvoshoz, több orvos közül választottam, ugyanis több műtétem volt ezt meg előzően, és egyszerűen azt szerettem volna, ha olyanhoz kerülök, akinek szívügye az én életem.
elmentem a megbeszélésre, kitettem az asztalra az elixírt, és mondtam, hogy agyunkus úr, én ezt fogyasztom. Ő rám nézett, és mondta, hogy hát igen. No, én ebből azt jöttem le, hogy ez az orvos azt hiszi, hogy ez a nő kitalált meg itt valamit, és akkor, hát hadd igya. Megegyeztünk benne, hosszú gondolkodás után, illetve igen, mivel ő hezitált azon, hogy most legyen műtét, vagy ne legyen műtét, látva a papírjaimat. Aztán a végén azt mondta, hogy igen, legyen műtét, hogy legyek túl rajta. Én ezt örömmel fogadtam, bár biztos, hogy kibírtam volna ezt az állapotot, de én nem kívánom senkinek sem, hogy olyan tudatban éljen, hogy rossz indulatú daganat van a szervezetében, és ez nem jó dolog. Tehát örültem, hogy elvállalt, és 2012. május 14-ére volt kitűzve a műtét. Amikor az időpont megbeszélése történt, akkor az orvos rám nézett, mosolygott, és azt mondja, hogy figyeltem az arcát, amikor én reagáltam rá, hogy hát fogyasztam, hogy láttam, hogy egy kicsit úgy megriadt, azt mondja, megnyugtatom, hogy nagyon jól cselekszik, azt mondja, a műtéti nap kivételével minden nap ezután fogyassza az elixírt, és egyébként én elismerem ezt, az egész családommal együtt fogyasztom. Tehát ilyen szerencsém volt, hogy egy olyan orvossal találkoztam, aki szintén elismeri és fogyasztja az Ajura herbát. A műtét sikerült, elmondta, hogy amikor felnyitott, hát egyszerűen irtózott lett erőt rajta, mert biztos kriminális állapotban nézhettem ki. Milliméterről milliméterre haladtak, hogy megmaradjon a hangszálam, a nyelőcsövem, és stb. Stb. De a műtét sikerült, és a 10 napos zárójelentés után megtudtam, hogy valóban rendben vagyok, és egészséges vagyok. Hát rendőrni tudtam volna, az az igazság, azt szintén el tudom mondani, hogy borzasztó jó érzés volt. Annyi energia került a szervezetembe, hogy bevallom őszintén, hogy én belül legalább 15-20 évvel fiatalabbnak érzem magam. Olyan energiatöbleteim vannak, és annyira képes vagyok arra, hogy szinte minden megcselekedjek, hogy magam is meglepett ez. Abszolút jó kedvem lett, életvidám lettem, életerős lettem, minden érdekel. És Tibornak mondtam, a szponzoromnak, hogy vigyél engem, hogy tudjak segíteni az embereknek. Elvitt, és bemutatta, hogy hogyan kell az embereknek megmutatni, akiknek nincsen fogalmuk arról, hogy ez az elixír hogyan képes gyógyítani. És míg a kórházban voltam, felhívott, megkérdezte, hogy vagyok, nem akar zavarni, hiszen a hangszálam azért, tehát a műtét után éppen nem volt valami rózsás, de beszélni tudtunk, és megkértem, hogy felhívott egy hölgy, akinek a testvére 5 féle rákbetegséggel küzdik közel 10 éve, és tegye meg azt, hogy helyettem, mivel nem tudok most elmenni, menjen el hozzájuk és beszéljen velük. Nagyon emberségesen és korrektül elment Tibor, elmondta az Ajura Herbál minden előnyét, és a hölgy megvásárolta a 12 Ajura Herbál italt. Az egy külön történet lenne, csak annyit hagy mondjak el, hogy azóta a hölgy jobban van, egyszerűen nem kell támaszkodni a falnak, az orvos el van ájulva, mert 2 hónapig külföldön volt, semmilyen gyógyszert nem adott neki, jó a vérképe, nem is mondok többet, tehát nagyon sokat segített az állapotában. Én nagyon hálás vagyok tényleg a Teremtő Istennek, mert hívő ember vagyok. Utána nagyon köszönöm Szabó Tündének, nagyon köszönöm Hirtelé István úrnak,
a segítségét, és azt, hogy tehát az életemet visszaadták. De a változások ezzel nem értek véget. Ugye el voltam foglalva a rákkal, és észre se vettem, egyszer csak az ágy szélén ülök, és mondom, Szent Isten, nem fáj a derekam, nem fáj a lábam, amit húztam, mint a sérült kutyák szoktak. Így húztam, így tudtam járni. Állandóan a bal lábomra támaszkodtam, hogy a jobbat kíméljem. Ezzel azt értem el, hogy a jobb is fájt. És egyszerűen nem vettem észre szinte, hogy elmúlt ez a fájdalom. És rá vagy két hétre, 10 éve nem tudok futni, képzeljétek el. És kért egy rossz, és én olyan zseni elkezdtem futni. Elszaladtam az utolsó ajtóig, nem vett fel a busz, utána szaladtam a középsőhöz, nem vett fel a busz, előre szaladtam a legelsőhöz, mondom, kinyitja, nem nyitotta ki, elment. De én elkezdtem sírni örömömben, mert azt mondtam, hogy ez csodálatos, amit az elixír tesz. És ezzel nincs még vége, mert a körmömmel nem az a probléma, hogy gombás, vagy ilyen kapilláris probléma van, mert mindenem végigmentem. Most kezdtem el tapasztalni, hogy erősödik. És ami a hölgyek számára nagyon fontos, a férfiak számára is persze, ugye a haj. Amikor ez a daganatos állapot volt nálam, akkor szinte nem győztem a hajmosás után kiszedni a sok hajszálat. És én tegnap hajat mostam, amúgy is mostam volna egyébként. Nem? Kitüntető eseményre. Itt van a kezemben, amit össze tudtam szedni. Nem tudom, hogy valaki látja-e. Tehát ez szerintem totális segítség. Én azt mondhatom el, hogy ja igen, azt nem mondtam még el, azt hiszem, hogy de azt mondtam, hogy 90 ml-t fogyasztottam. A műtét után elkezdtem 60 ml-t fogyasztani, és azt mondta az orvosom, hogy asszonyom, legyen ön a saját orvosa. Erről azt értettem, hogy én fogom érezni a szervezetemben, hogy mennyi elixírre lesz szükség. Jelenleg még 60 ml-t fogyasztok, de én biztos vagyok benne, hogy eljön az az idő, amikor elegendő lesz a 30 ml. Nagyon jól érzem magam, boldog vagyok. Mondhatnám azt, hogy a fiam születését kivéve még nem voltam ilyen boldog, mint ezután az esemény után. És én azt tudom mondani önöknek, nektek, hogy törekedjetek arra, hogy előzzétek meg a bajt. Az Ajura elixír egy csodálatos ital, és én köszönetet szeretnék mondani még egyszer Rácz Tibornak, a szponzoromnak, és Bence Csabának és Zsolt úrnak. Nem tudom, hogy melyik őjüknek előbb, mert nem tudom, hogy melyik őjük született előbb, hogy tiszteletbe tartsam az elsőséget. És mindenkinek, mert elmondható, hogy ebben a klubban mindenki a másik segítségére van. Tehát boldog vagyok, repülök, formálisan repülök, kiegyensúlyozott vagyok, teljesen másképpen kezelem a problémákat, nem úgy, mint korábban. Új emberré születtem. Én azt kívánom nektek, önöknek, hogy ti is betegség nélkül, megelőzve a bajt, ugyanilyen boldogságban éljetek, ami nekem megadatik. Köszönöm szépen, hogy a kérdésre. Áldok Istvánnyi vagyok, Szegedről jöttem. Hát egy kicsit örülökbe szögeztől ígérem. A lényegre szeretnék kérni. Többféle káprolek kiegészítőt fogyasztottunk már, én most 61 múltam,
örömmel jelentem, gyógyszert nem szedök, és nagyon nagy segítség lesz most nekem ez a kellemes ital, aminek nagyon jó íze van, már szeretjük. Hisz tulajdonképpen egymagába tudja azt, amit idáig, hát eléggé sok mindenből tudtunk összeszedni. Annyit mondhatok, hogy az első kanál után valami fantasztikus eredményünk lett. Este fogyasztottuk, hát reggelre nem mondjam, és ne részlek közel. Az emésztés, a puffadás és a többi dolog, ez teljesen így működik. Aztán volt ez a nagy meleg, és hát nyilvánvalóan rosszul viseli az ember. És mondhatom azt, hogy a párommal mind a ketten nagyon-nagyon sokkal jobban viseltük, mint ahogy idáig, tehát ebbe segített. A lelki oldala, ez teljesen nyilvánvaló, hisz az ember jobban érzi magát, jobb hangulata van. Ami számomra nagyon nagy meglepetés volt, én a nyugdíjam mellett még kozmetikusként dolgozom, nagyon jól ismerem a bőröket, több mint 40 éve vagyok a szakmában, és nekem az a mániám, hogy mindent, ami a kezem ügyébe kerül, megpróbálom kívülről is kipróbálni. Na hát ez így történt, látom, vagyunk itt idősebbek, meg egy kicsit molettebbek is. Én azt gondolom, nem mondok különleges dolgot, ha azt mondom, hogy mi nők, hát persze a férfiak is nyáron nagyon komoly bőrproblémákkal küzdöttek, amikor ugye egy gumiallergia, vagy egy hajlattal megjelenik egy viszkető folt, hát velem fordult elő, és nyugodtan merem mondani, mindannyiótoknak nyugodtan kenyétökre a herbal juice, csodálatos, azonnali viszketés bokkoló hatása van, és gyakorlatilag azt elmondhatom, hogy egy pár nap alatt teljesen tünetmentes lettem. Fogyasztottam az italt, csak egy kanállal naponta, nem mertem először többet, és csodálatos volt az eredmény. Egy másik dolgot még mondanék, ami mögint csak nagyon meglepő volt, és szintén a bőrrel kapcsolatos. A páromnak kirepett a sarka, de nagyon sok helyen. Azt hiszem, tudjuk azt, hogy így is elég ahhoz, hogy az ember nehezen tudjon a sarkára állni. És hát képzeljék el, hogy este bekentem, és röggel rá tudott lépni a sarkára. Olyan csodálatosan összehúzta a bőrt, hogy szinte félelmetes, tehát ezt nem gondolom, hogy bármivel mással lehetett volna produkálni. Még egy dolgot mondom, a hörgőbőrcsökkel kapcsolatosan, ugye itt a doktor elmondta ezeket a dolgokat, és valójában csak egy hónapja fogyasztjuk a termékot, de az a több éve tartó, nagyon-nagyon bőrcsös hörgő probléma, ami ugye hosszú dohányos, sok tíz éves múlt után tudják a dohányosok, hogy bizony ez egy nagyon komoly probléma, amikor röggel rájön az emberre a köhögés, és hát igazából nem jön ki semmi. Az első kanáltól kezdve elkezdett tisztulni. Én nagyon köszönöm a Zsókának, hogy Békés családon meglátogatott bennünket, és nagyon köszönöm a Bence testvéröknek, hogy Sztájföldelmi nem nagyon tudtunk volna kijutni, és kívánom minden jótoknak, próbáljátok ki ezeket a tapasztalatokat működni fog. Köszönöm. Én Gyűlis Miklósné vagyok Szegedről, és hát természetesen a szponzoromtól Barács Gabitól tudtam megint ezt a terméket, mert ő tudta, hogy nagyon betegemben kezdtem el gondozni, ápolni, aki elsett a tetőről, és szóval is visszatörte magát. Állandó fájdalmai vannak, mert a vérészedő szakadása is lett sajnos, és a kismedencet cipők, pont minden, amit vezetelék felettel összetört, és ki van helyezve a végbér, állandó papírtele van, hát nem könnyű helyzetre van szegény, és tudtam kapni, hogy a fájdalmaira, hogy elolvastuk, hogy a gyömbér milyen jó tesz, és mondta, hogy figyelj, próbáljátok ki, hogy ne legyen ennek a szegény embernek az önös fájdalma. És való igaz, hogy mindjárt elkezdtük úszni vele a Jánosnál, és mint az Isten, tényleg a fájdalom is csökkentek, de ami nagyon meglepő volt, hogy amit az orvosok már hónapok óta kezeltek a húgycsőnél, és mindig csúnya volt a macskos lányok a vizeletből, két napon a szinten mondhatom azt, hogy tisztán tiszta, és azóta is tisztán tiszta az acskóban a vizeleten, tehát nagyon jó hatással van. Hát olyan jó másfél hét után mondta nekem,
hogy hála Istennek, hogy ez így volt ezt a löpcsöpítatod velem, úgymond, azt mondja azóta, nem fájok annyira. Na most ez azóta fokozatosan úgy érzem, hogy csökkent, mert egyre kevesebbet panaszkodik, hogy fájdalmai vannak. Hát aztán megfelelő tapasztaljam én is a herbálnak a csodáját, mert elkezdtem persze én is fogyasztani vele, hogy azért kitartóan tudja majd őt ápolni, hosszú távon kell valószínű. És hát rosszul éltem egy lépcsőn, és ugye, hogy kellett totálisan haslástam, és ettől a bal kezem. És képzeltem, hogy semmi fájdalmat nem éreztem. Csak szóltam a kartának, hogy figyelj, írom, hogy eltölt a kezem. A lényeg az, hogy azonnal bevitt a mentő, meg is kellett, hogy nincsenek. Egy napig volt dagadt a kezem, egy napig volt hőemelkedésem, és hát mondhatok, hogy totálisan rendben van a kezem. Nem fáj, azóta sem a semmit a kezem, és én is abszolút jó közérzetnek örvendek. Nem házasodtam be, úgyhogy... Ja, igen. Amikor összetörtem, az arcom és a bal kezem teljesen kézölt aljagos volt, és hát ugye ezek általában 3-4 hét mire lehúzódnak, és én most vagyok 3. hetes a műtét után, de egy hét múlva abszolút nem voltak foltai, nem voltam kézölt, végig a karom, a hónomolja, a mellkasom, tehát teljesen lehúzódott ez a kézölt volt. Tehát azt hiszem, hogy tényleg a vér keringésére és a fölszívódásra nagyon-nagyon jó hatása van. Hát köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszönöm mindannyiunknak, hogy meg is lehetett átlagni ezt a tudási tart és a barátpatától is. Sziasztok, Lajka Erzsébet vagyok Szegedről, és én a kisfiam betegsége kapcsán kerültem kapcsolatba a termékekkel. Ő 14 éves, és ilyen gennyes újabok jöttek ki a testéből. Kiderült, hogy ez ősövöl, és gyógyszerek helyett mi a terméket választottuk, és egy 2x30 milli fogyasztásával és külsőleg is kerengettük. 4 nap alatt teljes gyógyulás jött létre, lehárult, begyógyult, és a meghúzott nyirokcsomók is teljesen visszahúzottak. Köszönöm, hogy elhoztátok Szegedre ezt a csodálatos terméket, és vigyük el mindenkinek, akinek igénye van erre a egészséget szolgáló terméket. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit. Urgentiból gyövölt hajtatalokról, és 17 éve pedagógusként dolgozom egy érdemfületésokat ott a nevelőintézményben. Körülbelül 2 hónapja vagyok egy cégnél, köszönhetem Bodnár Robin kedves barátomnak és szponzoromnak, és én, nekem egy hónapja jutott eszembe körülbelül, hogy nagyszerű dolog, nagyon sok mindenkitől hallottam, hogy milyen jó összeg. Én magam itt a megtapasztalom. Nagyon jó, de nagyon sok embertől hallottam, hogy hiszen halálom. Ezért megkerestem a tulajdonosokat, és azt mondtam nekik, hogy mit szólnának hozzá, hogyha megkeresném egy barátomat, aki aura fotózással foglalkozik, és tegyük már láthatóvá. Ha valóban ilyen nagyszerű a termék, akkor nézzük meg, hát ha nem, akkor majd csendben maradunk, és kész, nem beszélünk róla is. Odaadtam, hagyaszoroszlom én a barátom egyébként, odaadtam neki, és azt kértem, hogy egy olyan embernek adja oda, aki soha nem jutott még a ülőn. Egyetlen kérésem volt, ivás előtt, csináljon róla egy fotót. 2 órában ivás után, mert hallottam, hogy 2 óra alatt kifektérhetem se. Azt mondta, barátom, rendben van. Ez egy hete történik, tegnap kaptam meg az anyagot, tehát tegnap este vágtam össze azt, amit most szeretnék mutatni. Előtte hagyd kérdezem már, hogy ki az, aki látott meg között egy aurafotót, bold aurafotó, ahol nagyszerű, vaj, de jó. Szóval akkor tudjátok, hogy miről fogok beszélni, vagy mit fog mutatni. Egyébként ez egy aura és csakrafotó. Tehát a csakrák azok, ha valaki nem járatos ebben a témában, a csakrák azok az energiamezők, vagy azok az energiaközpontok, amik az univerzum energiáját lefordítják a belső elválasztású méridiánus számára. Megcsináljuk a fotót. És akkor úgy tettem össze a képeket, hogy a bal oldalon látható, tehát a lila aura az, ami a ital elfogyasztása előtt, a zöld pedig, ami az ital elfogyasztása után történik. Azt kell még tudni, hogy ugye 7 belső elválasztású mérigyünk, ennek megfelelően 7 csakránk van. Az alsó 3 csakra a föld energiájáért felel, a felső 3 csakra az univerzum energiájával kerít bennünket kapcsolatba, a szív csakra pedig ezt az egészet összehangolja.
A szilárdán színeiből kell kint, nem fog hosszan erről beszélni, vörös, narancs, sárga, zöld kék, kibolya és egy arany fénynek van felül. Ha megnézitek, itt egy olyan hölgyről, fiatal hölgyről van szó, akinek alapvetően lila energia, ő egy indigó gyerek egyébként az édesanyja elmondása szerint, kettő órával az elfogyasztás után zöld aurát csinál neki ez a szer, 2 óra alatt, és nézzétek meg, hogy a 40 centis aurából 90 centis aurát csinál. 2 óra hosszáról beszélünk. Akkor találkozott életében először ezzel a szerrel. Ha megnézitek a teljes test, aura és energia rendszerét, akkor látod, hogy amiről beszélek, tehát ez a tiszta lila, ez átment egy sokkal nagyobb zöld energiamezőbe. Nyilván ahhoz, hogy a csakrák működési kiegyensúly, az a sokkal több időre van szükség, de nem ez volt a cél. A cél az volt, hogy megnézzük, hogy mennyire alatt valóban tudja azt, amit mond, hogy a gyógyító zöld energiákat behozza a szervezetbe, és onnan kezdve, vagy onnan elindulva szépen helyre teszi az egész szervezetet. Ha megnézzétek a csakrákat, felülre tettem azt, ami el a csakrák állapotát, energia állapotát, alul pedig azt, ami a fogyasztás után. Itt ilyen 40-40-30-as értékektől 80-80-90-esre az egész csakrarendszer olyan szinten hozta fel. Most elmondok nektek valami olyoson, és kérdezzétek el, hogy jött egy apuka, szaladt bele a gyerek, de ma mi van, ilyen turbo módon ment a gyerek, és mondta az édesapja, hogy úgy látszik, kisfiam, nagyon sok ajra herpá dzsúszt fogyasztottál. És ezt megálltam, és néztem, hogy jó, hallok, tehát most vagyok gyerekben. Most találkoztam az itallal, a fiúkat tanulják, hát mondta, nézzétek meg, hogy éppen ez a kis srác, aki tehát ez valami, ez a szinkronicitásnak egy olyan csodája, amiből azért nem sok van. Írt hozzá Melinda egy rövid levelet. Ide tettem mellé. Kedves Tibor, innen az aula képek és erről a leírásom, csodálatos ez az ital, szemmel látható, hogy teljesen más energetikai szintre került a lányom. Az energetizáló hatása látható az aula nagyságán, a kis aulában egy közel 90%-os aula nagyság keletkezett 2 óra alatt, csak az aula herbál ital meghívásának hatására. A szellemi állapot mutató is mutatja, hogy a gondolatai pozitív tartományra változtak. A testi relaxáltságot mutató ábra is közel 50%-kal mutat kedvező állapotot. Az energiaközpontok csakrák töltődését mutató oszlopok szinte mindenütt 90%-os töltődést mutatnak az addig 40%-osról. A frekvencia változásán is láthatjuk, hogy az addig indigó rezgésről már a tiszta világoszöld frekvenciára változott, ami mindig is a gyógyulás harmonizálódás szint frekvenciája. Ezen a rezgésen a szervezet öngyógyító folyamatai aktivizálódnak. Összességében elmondhatom, hogy az aura vizsgálat kimutatja, hogy az aura herbál hibása hatására mind energetikailag feltöltődött, mind a csakrák energia beengedése akadálytalanná vált, mind az egész energetikai rendszerben az áramlás elkezdődött, fokozódott, harmonizálódott. Testi lelki táplálékozat mindnyájának a benne levő gyógynövények gyógyító és ezek megfelelő arányú összeállításának hatására. Köszönöm, hogy láthattam és tapasztalhattuk. Szeretettel Cseri Melinda, Hauber elnézést el a szerintem. Köszönöm szépen a figyelmet.